Mindenkit sok szeretettel köszöntök! Én Papandrás vagyok, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos tanácsadója és az Alkotmányjog és Közigazgatási Jogi Osztály vezetője. Emellett a Nemzeti Összeverti Egyetem és az ELTE tanára. Ebben a rövid tudománynapi karanténvideóban röviden azt az idén elnyert az intézet keretében folyó otka kutatást fogom bemutatni, amely arra is lehetőséget teremt számomra, hogy részben korábban az EU által támogatott Marikri ösztöndi során végzett munkámat tovább bővítsem és mélyítsem. A kutatásom témája az identitás, ezen belül is az etnikai identitás operacionalizálása. Nagyon sokat lehet mostanában hallani a nemi identitás kapcsán a transzneműekről, lehet-e anyakönyvesztetni, hogyha valaki megváltoztatja a nevét sportolóként, férfiként vagy nőként indulhat-e. Ezeket a vitákat fordítom le, fordítja le ez a kutatás az etnikai hovatartozás kérdésére. Az identitásválasztás szabadságának joga áll az egyik központjában annak a kutatásnak, amit végzek. Az első kérdés az, hogy létezik-e tételes nemzetközi jogi alapja, vagy valamilyen alkotmányjogi magja ennek a jognak. Az egész problémának az a kiinduló pontja, egy ellentmondásból indul ki az egész, hogy a jog nagyon sokszor használja az etnicitás, a faj, a nemzetiség, a nemzeti hovatartozás fogalmát. Például akkor, amikor az etnikai alapú diszkriminációt megtiltja, vagy különböző kollektív, kulturális vonatkozású nemzetiségi jogokat biztosít a menekült jogterén, a népírtás fogalmában, de például a kedvezményes honosítás, a kedvezményes állampolgárság kapcsán is, vagy amikor gyűlölet bűncselekményekről beszél, és szigorúban bünteti azokat a cselekményeket, amelyeket mondjuk rasszizmus alapján követnek el. Nagyon sok olyan jogi Intézményi keretet látunk, ami az őslakosok, például indiánok különböző jogait, preferenciális elvárásukat biztosítja, de látunk például választási szabályok területén is különböző preferenciákat, vagy ide tartozik a népszámlálás is. A, a, a kiinduló pont tehát mégiscsak az, hogy a jogalkotói célok nem érhetőek el, hogyha például visszaélnek ezekkel a hát nem kellően szabatosan definiált fogalmakkal. Tehát az etnokorrupció magyarországi tapasztalata volt igazából az egyik mozgatórugója ennek a kutatásnak, amikor elkezdett érdekelni ez a kérdés. Az etnokorrupció az nem csak ellehetetleníti a jogalkotói célokat, hanem tulajdonképpen a védelmi, védeni kíváncsoportok további marginalizációját is eredményezheti. Tehát ez vele az elsődleges probléma. A, a, a fogalomalkotás egyébként általában megjelenik a különböző szakpolitikák apró pénzreváltása, operacionalizása kapcsán. A jogalanyok meghatározása, tehát az, hogy ki jogosult részt venni mondjuk a kisebbségvédelmi intézményekbe, vagy valamilyen preferenciális intézmény során, az ugye hát alapvetően négy fajta stratégiát követhet a jogalkotó. Alapulat az önbevallás elvén. Lehet az, hogy az érintett közösség, nyilván azoknak a tagjai nyilatkoznak arról, hogy az illető a csoport tagjai. Hát ez egyébként felvet egy csomó kérdést a legitimációs problémákat, hogy hogy a, határozzuk már meg eleve, hogy kik ennek a csoportnak a tagjai. Van olyan megoldás, és vannak bizonyos jogintézmények, amik ezeket a megoldásokat fogják Kívánni, amikor egyszerűen a külvilág percepciója alapján kerül meghatározásra az, hogy ki tartozik az adott csoportba. Az is lehet, hogy ezeknek a, a, a percepciót kiegészítik különböző indikátorok. És végül azt is követheti a jogalkotó, hogy valamilyen objektív rendszer fölállít. Azt látjuk azonban, hogyha megvizsgáljuk, a, 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 legtöbb ország joggyakorlatát, hogy a jogrendszer, a legtöbb jogrendszer különböző okokból, meg különböző érzékenységekre való tekintettel többnyire idegenkedik a szabatos jogi fogalom meghatározástól. Tehát, amit ebben a kutatásban én vizsgálok, vizsgálunk, az, hogy van-e egyáltalán az első kérdés, az, hogy van-e egyáltalán az etnicitásnak valamilyen olyan objektív, fogalmi vagy technikailag meghatározható kritériumrendszere, amit a jog ellenőrizhet, vagy csak arról van szó, hogy szubjektív döntésen alapul az identitás vállalása, választása, és tulajdonképpen csak a nyilvánosságra hozattal az, amivel a jog foglalkozhat. A másik kérdés az, hogy ha van is valamilyen genuin etnikai identitás kritérium, meg lehet-e változtatni az etnikai identitásunkra, a hovatartozásunkra vonatkozó uh, nyilatkozatokat, el lehet-e utasítani ezt? Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy változtathatunk -e az identitáson, vagy csak a nyilatkozatunkat változtathatjuk meg. A lényeg az, és ugye megint csak visszatérek a, a kutatás kiinduló pontjára, hogy a társadalomtudományi jogi fogalomkészlet, a nyelvi eszközök, a kulturális eszközök szűkek, korlátozottak. Például, hogyha nemről beszélünk, a nemi identitás esetében legalább ott van a biológia és a társadalmi nem kettőssége, még akkor is, hogyha ezeket is sok vita övezi. Ezt az etnicitás, az etnikai vagy nemzetiségi hovatartozás kapcsán nem látjuk. Hát azok a fogalmak, amik engem ebben a kutatásban érdekelnek, a szubjektivitás, az, tehát szubjektív, nyilatkozaton, vagy valamilyen objektív kritériumrendszeren lehet-e a jognak operacionalizálni az etnikai jogatartozást. A választás, a csalás kérdése még, ami különösen foglalkozott. Egyáltalán hogyan definiáljuk jogilag a csalást? Ugye a magyarországi, nemzetiségi, korábban kisebbségi önkormányzati választások kapcsán az etnokorrupció, az etnikai csalás egy minden, széles körben ismerté vált fogalom. Én valahogy úgy tudom megragadni jogilag a, a, az etnokorrupció fogalmát, a csalás fogalmát, hogy tudjuk, hogy mi a jogalkotó célja, de a szabályozás hízagait kihasználva, vagy használva, jogszerűen, de mégis visszaélésszerűen él, élünk, vagy élnek egyesek a jog által kínált lehetőségekkel. Ez egyébként eleve fölt a kérdést, hogyha valami legális, akkor hogy lehet jogszerű. A, a kutatás egyébként két irányú, tehát egyrészt foglalkozunk a csoportokkal, a fai, etnikai, nemzetiségi, fai-etnikai nemzeti kisebbségek meghatározásával, és a csoport a csoporttagság kérdésével. Az is szok, sokszor felszokott merülni, hogy van-e relevanciája a kisebbség és a többség viszonyának. Elvárható a -e jogrendtől, hogy ugyanazt, a egy szimmetrikus szabályt uh, alkalmazon akkor, amikor a többségről beszél, vagy uh, vagy elvárás, hogyha kisebbségről van szó, akkor valamilyen más szabályrendszer uh, kövessen. Az OTKA kutatásra visszatérve, ami részben az én vezetőkutatóként uh, hát, meghatározott kutatásomra épül. Egy nemzetközileg egyedülálló olyan csapatot sikerült összehozni, különböző jogterületen dolgozó kollégák szinergiájára épül ez a, ez a, kutatás, és az a célunk, hogy illuminatív, érdekes, izgalmas esettanulmányok mellett valahogy ezt a klassifikációs fogalomalkotási problématérképet felrajzoljuk. alapvetően négy Kérdéssel foglalkozunk az otka kutatás keretein belül. Egyrészt van, ez a, van egy általános fogalomalkotási, kérdés, operacionalizálós kérdéseket vizsgáló iránya ennek a kutatásnak, erről beszéltem korábban. Vannak kutatók, akik a személyi autonómiák meghatározási, fogalomalkotási kérdésével foglalkoznak, és van két ö, széles körben különböző jogterületről érkező kollégák által vizsgált a Az egyik a zsidósága, a, a zsidók kérdését, azt a kérdést járja körül, hogy mi a zsidóság? Etnikai, fai, nemzetiségi, vallási csoportról van a szó, nyilván mindegyikről. A kérdés az, hogy ezeknek a, a jog, ezeknek a nagyon különböző megközelítési módoknak milyen szabályozási rendszerét adja, és ezek között milyen viszony figyelhető meg. Itt egyébként hatályos az izraeli hazatélés törvényéről, vagy antidiszklációs törvényekről szóló kutatások mellett jogtörténeti kutatásokat is végeznek kollégák. Itt alapvetően a, a, a hazai zsidó törvények, illetőleg az ellen vonatkozó mentesítési szabályokat vizsgálják. Tehát ugye ez is egy módja annak, ahogy a jogoperációján az áll egy, egy etnikai kategóriát. A másik um, tanulmány a, a cigányság a romák kérdését fogja vizsgálni Kikaromák Etnikai, fai csoport, társadalmi osztály, nemzetisége. És itt nyilván a nemzetisége a kisebbségi törvényen túlmenően az operacionalizálás mindennapi gyakorlatát nézve meg. Nézzük például, kollégák vizsgálják a stratégiai perekbe, különböző például oktatási deszegregáció stratégiai perekben, hogyan alkalmazta a a alkalmazó, illetve milyen érvekkel próbálta elutasítani, például arra vonatkozóan a szegregációs gyakorlatot folytató iskola, vagy a fenntartó, hogy hát kérem szépen mit romákról nem tudunk, hiszen ez egy, egy védett adatvédelmi szabályokkal védett fogalom. Nem, mi nem tudhatjuk, hogy kik a romák. Tehát itt a kutatás során egyébként az adatvédelem és hangsúlyos szerepet kap. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, figyelmeteket, remélem sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, érdeklődésüket, és kövessetek, kövessenek bennünket különböző platformokon és fórumokon. Ha a tevékenységünk felkeltette érdeklődését, és szeretné részletesebben megismerni munkánkat, látogasson el honlapunkra jog.tk.mta.hu, vagy keresse fel Facebook oldalunkat. Köszönjük, hogy figyelmével megtisztelte a Jogtudományi Intézet Kutatók Éjszakája programját.